Üdvözöljük következő vendégünket, Klaudia Küsszelt, Kezdődj Csalkam, jó reggelt kívánom, mert kívánunk. egy fantasztikus kiállításról szeretnénk önnel beszélgetni, Tomás Farkasnak a fényritmusa, ugye jól, jól olvastuk, ugye, hogy ez a kiállítás. Először láthatóak. Központba. Thomas Farkas művei Magyarországon, ez hogy lehetséges? Előbb mesélj egy kicsit róla, mert sokan hát, ha nem ismerik. Hát Thomas Farkas Brazíliában az egyik legemblematikusabb fotoművészként van számon tartva, de valójában Magyarországon még nem volt bemutatva a munkássága, illetve ez a kiállítás az ide a, a, a legnagyobb kiállítása, ami valaha volt. A Hat éves családról. volt, amikor Igen. a Panonia utcából Budapestről Paulóba költözött a családjával. Tehát tulajdonképpen ő egy magyar származású abszolút, ember. Abszolút uh, magyar származású, illetve a családnak nagyon komoly uh, gyökerei vannak a, a fotográfiában, hiszen már a 19. század végén fotóüzletekkel uh, foglalkoztak a Budapesten, és a híres Hafa nevezetű üzlet, ami az Andrási úton volt, az is az ő családjáuk tartozik. Egyébként, bocsánat, pontosítanom kell, csak miközben válaszolt, nem magyar származású, hanem magyar. Magyar. Hát igen, hát igen, igen, mert hogy a kettő van. között van igen, különbség. Igen, igen. igen. igen, igen. Ugye, amikor az ember egy bibliográfiát olvas, valakinek az életéről olvas egy összefoglalót, két sorban összefoglalva, a mások iránti érzékenység, az emberekhez való őszinte odafordulás, a humánum jellemzik ugye az ő műveit. Most néhány fotót azért látnak már a nézőink. Alapvetően miket fényképezett ő? Mi, mi volt a fő témája? Hát a 40-es években, amikor kezdett komolyan foglalkozni a fotóval, akkor látjuk, hogy hogy a képe inkább az abstrakcióhoz közel állnak, és ilyen kísérletek, hogy milyen grafikai hatásokat tudott elérni. inkább és a fényjel játszik. És a fényjel játszik, aztán majd az 50-es évektől megváltozik ez a érdeklődés, és inkább ilyen szociális irányba megy, és akkor inkább ilyen emberközpontú lesznek a képeik. Kicsit szocialfotók? Hát abszolút igen, igen. A, a 50-es évektől elkezd filmmel is foglalkozni, és akkor látjuk, hogy teljesen a, a, ilyen humanista irányba a, viszi a, a munkásság. Mikortól mikorig lehet a kapaközpontban látni ezt a kiállítást? A, április 5-ig várjuk uh -huh. szeretettel. a ilyen igen, igen. Jó, és mit tudunk a kiállításról elmondani, milyen merítést láthatunk? Hát a fénypontokat látjuk a fotomunkásságából, illetve most először bemutatjuk uh, egy pár filmeit is. Uh -huh. Mert dokumentumfilmes is. Így van, így van. És hát Brazíliában nem csak fotoművészként, hanem filmesként is uh, számom volt tartva. Kicsit meglepő, hogy csak most, 2020-ban mutatják be először az ön munkáit Magyarországon. Ez hogy fordulhatott vajon elő? Igen, ez, ez érdekes kérdés. Hát most ért meg az idő uh, erre, és, uh, és hát már a 70-es években egyszer a filmjeit bemutatta. Magyarországon, de a, a fotóim még nem voltak. Úgyhogy ez egy nagy felfedezés közönség hmm. közösség Mert számára. Mi is örülünk, hogy ez majd Budapesten is látható lesz, de egyébként az ő fényképei, vagy akár a dokumentumfilmjei a világ különböző pontjai meglelhetőek? Tehát feltételezem, hogy egy millió helyen volt kiállítása. Így van, így van. Japántól Párizsba. Már sok helyen bemutatva, és most először Budapesten. Lehet -e azt mondani mondjuk az ő esetében, hogy amit ő tudott, annak voltak követői, vagy lettek követői? Hát igen, főleg a, a filmben nagyon fontos, egyik legfontosabb dokumentumfilmesként van számon tartva Brazíliában. Ő készített az első olyan fajta filmeket, amelyek bemutatták a brazil kultúrát a braziloknak. Mm -hmm. És ez így párhuzamosan történt a, a, a televízió népszerűsítésével. 40-es évektől a 90-es évek végéig több, mint 34 ezer kép. Ugyanazzal a technikával, technológiával dolgozott? Nem, mindig. Hát válogathatott a, a technológiával, mert számtalan fotós üzletei voltak a Thomas Farkasnak. Nagyon, nagyon sokat kísérletezett, de az egész életében fotózott. Április 5-éig a kapakortás fotográfiai központban Thomas Farkas a Fényritmusa. Köszönjük szépen! Köszönjük. És köszönöm szépen.